Sziasztok, ez itt Tudod VR. A múltkor volt egy bejelentő videónk. A limitációs I Am Brand pólóról és a Play It-ről. Pontosan. Na, a szokásunk a szívem. Minden más. Minden megváltozott. Mert így egyből úgy mond, sose sikerül semmi. Úgyhogy van néhány változás, nyilván pozitív változás, amit főleg ti okoztatok, illetve az, ahogyan visszajeleztetek arra, hogy hogyan lehet megvenni ezt a pólót, meg miért lehet megvenni ezt a pólót, meg hol lehet majd velünk találkozni a Play-en, stb. Ez pontosan így. Úgyhogy most pontosítunk, és elmondjuk, hogy mik a változások. Meg elmondjuk, hogy mi lesz a Play-en pontosan. Így van. Na cseh. Ja, itt is van Pisti. Na, szóval kezdjük azzal, hogy ami a legfontosabb, a pólók szállítása. Ja, ezzel ugye... voltál, mondjad. Mi a helyzet most? Az eddigi helyzet az volt, hogy meg előrendeltétek, kivizettétek, és a Play-en át lehetett venni. De is ez most megváltozott. Megváltozott. Kettő dolog is van. Igen. Az egyik, meg tudjátok rendelni, és futárra a házhoz is szállítjuk. Igen. Ezt az előző videóban is kommentáltam ott alul, de nem igen, de ez jobb pontosítani. Viszont, aki azt gondolja, hogy ettől sokkal menőbb lesz, mert úgy fog jönni Play-re, annak szeretnénk biztos. Szólni, hogy nem biztos, hogy megérkezik. Nem biztos. Nagyon rajta leszünk. Nagyon rajta leszünk, hogy ki tudjuk szállítani. Ezért biztos, szerintem aki például Budapesten lakik, valószínűleg ők meg fogják kapni, oda gyorsan megy a minden. Valószínűleg, mindegy is, lényeg az, hogy meg tudtuk oldani a kiszállítást, de nem tudjuk garantálni azt, hogy megkapjátok Play-t előtt a pólót, de aki házhoz szállításra szeretne rendelni, az rendel. Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy aki jön a Play-re, és mindenképpen szeretné ilyen pólót, az inkább válasza azt, hogy a Play-en szeretné majd átvenni. Mert az a legbiztosabb. Az a legbiztosabb. Biztos, hogy ott lesz. Valaki azt szeretné, hogy I am Brad legyen. I am Brad. Hallottad? Hallottad. Hogy a Embredes pólóval legyen a Play-en, az jobb, ha ott veszi át. Így igaz. Plusz van még egy lehetőség az átvételre. Igen. Az pedig Budapesten helyileg át lehet venni valahol ezt a pólót. Mondom is. Ne mondjad. Ne mondjad. Benne van a leírásban. És jobb, hogy elmondod. De ide kiírjuk. Jó, akkor kiírjuk ide. Itt tudjátok átvenni. Meg a leírásban is ott lesz. Majd a pólót. Igen. Hát mikor? Hát tudja a fene. Csütörtökön biztos. Gondolom én. Érdeklődjétek? 0680? Nem, de akkor biztos át lehet venni. Akkor biztos, hogy át lehet venni. Szóval ezeken próbáltunk javítani, hogy mindenkinek jól legyen, mert ment ez a bazd meg, én akarok ilyen pólót, azt nem megyek a Play-re. Én Szabolcs megyében lakom, bazd meg. Ja, nem megyek Play-re, kap be, bassza meg a kurva élet, de ilyen pólót akarok. Igen. Na, és ez lett a gond. És még egy dolog, amit le kell tisztázzunk. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy a debreceni Play-en át lehet venni ezt a pólót. Nem. Nem? Ez biztos, hogy nem. A debreceni Play-re másik újdonsággal fog majd készülni nektek. Ha minden igaz, ha de minden nem igaz. Biztos. Szóval, a lényeg, a debreceni Play-en nem lehet átvenni majd ezt, viszont nagyon sok mindenki kérdezte azt, hogy mi van akkor, hogyha kíváncsiak voltatok arra, hogy mennyi ilyen póló készült. Ezt most se fogjuk megmondani, de van egy fix példányszámunk. Igen. És azt kérdezték nagyon sokan, mi van, aki nem tud eljönni Play-re, vagy most nem tudja megvenni, és de ő nagyon meg akarja, és rohadjunk meg, és minden izé. Lesz egy bizonyos formája, ahogy Play-t után is meg lehet majd venni, még néhányat ebből a pólóból. Így van. Erre lehetőséget biztosítunk. Így van. És ami a legfontosabb, hogy van egy ilyen nekünk, hogy Collector's Edition. Vagyis lett? Lett. Mindegy. Mindegy. Szóval lehet egy ilyen Collector's Edition cucc, amiben van egy I Am Brad póló, egy kenyérpirító. Mi van? Vagy valami, ami nagyon jó a családnak. Ja. Ami alá is van írva. Dedikálva van. Dedikálva van. Nincs. De van. És hogy? Jasszal. Mikor dedikáljuk? Aki előrendel, az az ember nem kap olyan kenyérpirítót. De ott helyszínen dedikáljuk. Mindegy, a helyszínen dedikálva lesz. Az a lényeg, hogy ebben a cuccban, ebben a Collector's Editionben lesz egy VR póló, lesz egy dedikált VR-os kártya. Így igaz. Ami olyan lesz, mint amilyen tavaly is osztogattunk, vagy valami nagyon hasonló. Így van. És egy ilyen valami... És lesz plusz. Benne még egy plusz termék. Ami valószínűleg egy kenyérpirító lesz. Ami több, mint valószínűleg kenyérpirító lesz, mert az I Am Brad-es dolog így jött össze. Így van. Ez a Collector's Edition, amit meg tudtok vásárolni a... Hol? A webshopon. A webshopon, illetve a további helyeken, ahol még meg tudjátok venni, az benne lesz a leírásban. Így van, ott lesz. Szarra ezt linkelve. Mindenhol. Még valami van a Collector's Editionben. De hogy van. Nincsen. Matrica. De VR matrica. Igen! Megvan, igaza volt Pistinek. Tényleg van valami még a Collector's Editionben, ami nem más, mint egy The VR I Am Brad matrica. Egy matrica, hát legyen az is.
Milyen? Ez egy ilyen atompak. Kicsit olyan pak lesz ez, tudjátok, mint amilyen volt a VRDN a kis csomag. Így van. Így van. Egy ilyen cucc. Szóval most már ilyenre is lesz lehetőség, mert egy csomó mindent mondtatok nekünk, hogy mit, hogy kéne csináljunk, és mivel mi nem tudjuk, mindig rátok hallgatunk. Köszi. Úgyhogy ez a helyzet. Igen. Nagyjából erről van szó a pólóknál, viszont... Aztán elmondtunk mindent. Igen, viszont most jön a lényeg, amiért az egész videót csináltuk, hogy kicsit beszéljünk arra, hogy mit fogunk csinálni a play-t. Igen, mert ez lényegtelen a pólós fasság. Igen. A lényeg, hogy mit fogunk csinálni. Na, szóval úgy néz ki a dolog, hogy 9:30 fogunk érkezni. Akkor már ott leszünk. Valószínűleg már hamarabb is ott leszünk, de akkor nem leszünk ott hivatalosan. Ja, mert... Hivatalosan. 9:30. Ja, mikor van kapunyítás? 9. A kollektorszosoknak, nem? Vagy nem? Fuck. Tudja, mindegy. Fene, mindegy, 9:30-kor ott leszünk, és a lényeg, hogy hol? Hol? A C teremben leszünk. Csarnok. C csarnokba. Igen. A sarokban. A sarokban. Hát most 4 sarka vannak a teremnek, szóval... Az egyikben. Igen. Szóval ott leszünk egy sarok, ahol aki volt tavaly, azt fogja tudni, a szimulátor. Ahol a szimulátor volt tavaly, most ott leszünk mi. Ott leszünk mi. Ott lesz az egész setup, amiről beszéltünk nektek. Szóval itt lehet majd velünk IMBRED-ezni, beszélgetni, stb. Illetve itt lehet majd az IMBRED versenyen belül megmérkőzni. Most már nem kenyérpirítóért, hanem ilyen Collector's Edition-ökért megy majd a harc. Így van. Úgyhogy ez rohadt jó lesz. 20 perces játékmenetek lesznek. Igen, 20 perces kell, megoldjátok valahogy. 4-en tudtok egyszerre játszani. Mindenkinek van 20 perce, hogy eljusson a célig, és aki a leghamarabb eljut, az nyer egy ilyen cuccot. Ja. Illetve, ami extra dolog is, most derült ki. Mindjárt mondom. Hol? Azt mondja... Igen. Mi? Igen. Ti, tehát 9:30-ra ott vagyunk, 9:30-tól 10:30-ig veletek dumálunk, meg minden hűséget csinálunk. Viszont 10:30-tól ellenünk játszottok I Am Bread-et. És hát ott is ez a Collector's Edition a főnyeremény. Meg hát ugye hát, hogy megvertetek minket. Mert valószínűleg megfogtok, mert kurva szarok vagyunk benne. Így van, szóval ellenünk is lehet majd játszani, ez kitűzött. Ez kitűzött dolog. Úgyhogy 10:30, hogyha 10:30, valaki akar. Illetve van még egyéb dolog, amit most olvas Pisti. 11-től lesz egy kicsit ilyen tekes bigyózás, majd ilyen kütyükkel fogunk ott szerencsétlenkedni. Nektek egy kicsit. Ezen be fogtok szarni, mert már nagyon régóta terveztük, hogy a Tech csatornán csinálunk egy ilyen sorozatot, hogy a legszarabb cuccok a Földön. Itt lesz vagy kettő? Itt lesz egy pár, és be fogtok szarni a rögést, előre szólok. Így van. Tovább boncolgatva a programot igazából, szerintem nem kell nagyon belemenjünk tovább így időszerűbb a dologba. Leszünk legalább kétszer a Play-t színpadon. Így van, játszani fogunk. Játszani fogunk, illetve minden ezen kívüli időben a saját standunkon leszünk, ahol szintén lesznek továbbra is. Lesz még egy körverseny ellenünk. Tehát így van, délután. Lesz, abban, így van, délután is lesz. Szóval lesznek még egyéb programok is a mi standunknál. Lesz még továbbra is kütyüzés, lesz még továbbra is IMBRED-ezés, lesz veletek való beszélgetés, stb. Illetve lesz egy elég mélyen szántó beszélgetése velem az fogyitábor témakörben. Lesz ilyen? Igen. Hol? Ott a mi standunknál lesz. Igen. Igen. Picsába. Na jó, igen. Szóval ilyen dolgok lesznek, illetve még kiderült, hogy este is lesz egy ilyen óránk, vagy másoránk, amikor ilyen szabadok leszünk, és teljesen közvetlenül lehet velünk ott dumálni mindenhol ott a standnál. Igen. A Blade vége fele. Nagyjából. Tehát körülbelül így néz ki tehát a program. Összefoglalva, tehát a mi standunknál egészen tudtok játszani IMBRED-et, kétszer tudtok majd velünk, tehát délután játszani közvetlenül IMBRED ellenünk, illetve a Play-t színpadán is kétszer leszünk. Így van. Szóval egész nap lesz program. Igen. Egész nap próbálunk aktívak lenni. Az egész minden Polo Collector's Edition, játszunk veletek, IMBRED stand, minden izét azért csináltunk, hogy nektek egy kicsit másabb legyen a velünk való találkozás Play-ten, legyen egy kicsit közvetlenebb. Aki csak ránk kíváncsi, vagy inkább ránk kíváncsi, az tudjon egy olyan helyen lenni, ahol ha pont nem vagyunk ott, akkor is rólunk, szóval... Igen. Szóval reméljük, hogy a sok erőfeszítés majd tetszik nektek. Reméljük. Ja. Ez aztán egy videóban. Ez az. Össze-vissza minden szart, nem tudom, mit mondtunk el. Na, sziasztok!